Pécelen a Szent Ivánéi álomnevet viselő rendezvényen igényes és ingyenes programok fogadták a Kúria rendezvényházba látogató helyieket és környékbelieket. A kissé hűvös idő ellenére is remekül sikerült a vigadalom a múlt hétvégén, amikor a főszervezőtől tudtuk meg, hogy az érdeklődők népi táncokat tanulhattak, szerelmi bájitalokat kóstolhattak, kártyajósláson, kirakodó vásáron és még Szedlacsek Katalin hangfürdőjén is részt vehettek. Nagy örömünkre szolgált, hogy most már másodszorra rendezhettük meg ezt a Szent Ivánéi vigadalmat. Idén is, mint ahogy tavaly, az Árpád Népe Hagyományőrző Egyesület tartott mondókákat, dalokat, ami az estével kapcsolatos volt, illetve kívánságszallagokat készítettünk, amit fehér léggömbbe engedtünk föl az égieknek, hogy hát ha meghallgattatnak a kérések. Idén is itt volt a gyógyfüves Rózsika nénink, aki isteni finom szerelmetes és boldogság teával várta az érdeklődőket. Hangfürdő terápiát tartottunk, ami szintén a szeretet jegyében zajlott, illetve Molnár Szilvia pszichológus OH kártya elemzést egyéni terápiát tartott, ami azért kiemelkedő, mert ez is egy ingyenes volt, tehát a rendezvényünk összes programja ingyenes volt. Az időjárás az kedvező, hiszen nem esik az eső, és viszonylag elég sokan is vannak. Nagyon örültünk, meg drukkoltunk, hogy ne essen az eső, hiszen szabadtéri rendezvényt terveztünk, meghallgattattak a kéréseink. A gyerekek nagy örömére, akik itt táncolhatnak, illetve a felállított jurtában is részt vehettek a programokon, ami itt az udvarban volt. Pécelen megkóstolhatták a gyógyfüves Rózsika néni kétféle gyógyteáját, a szerelem és a jókedv titkos nedűjét, de életkártyát is vethettek, ha pedig elég bátrak voltak a kilátogatók, akkor este 9 óra után még a tűzugrást is kipróbálhatták. Az est folyamán a megjelentek kívánság lufit készíthettek az Árpád Népe Hagyományőrző Egyesülettel, majd a lufikat egyszerre engedték magasba.